Azt mondja, menjél az erdőbe, ritkítsad, vágjad, írtsad az egészet, vessél búzát bele, azt reggelre cipőd hozzá nekem ide az asztalra. Úgy is lett. Kácsor Ignác Gabriella meséjével indult a Mesés Verbunkok, Verbunkos Mesék című rendezvény sajtótájékoztatója a Sóstói Múzeum faluban, ahol nem csak tárgyi emlékeket őriznek, de a népmese hagyomány jelentős kincse is itt található, mondta el Balogné Szűcs Zsuzsanna, hiszen Erdész Sándor, a Múzeum falu korábbi igazgatója, folklorista és népmesegyűjtő volt. Természetesen a nyírségi és szatmári meséket itt őrizzük, és hát az a célunk, hogy be is mutassuk. Nem hiába lesz a népmese napja kapcsán élőszavas mesemondás is, de természetesen akinek kevésbé jó a fantáziája, hogy elképzelje, hogy mi történik egy mesében, besében azt várjuk a bábszínházi előadásra is. A népmesének több fajtája is van. Nem minden népmese gyermekeknek készült, sőt, a tanúságokból levonva leginkább felnőtteknek szóltak a mesék. Ezeket is szeretnénk bemutatni. Tanító jellegűleg az életre neveltek egy-egy generációt, és nem hiába olyan közösségi alkalmakkor szólaltak meg, mint például a fonó alkalma volt. A változatos családi programok között a népi játszóudvar és a kézműves foglalkozások mellett a néptáncé lesz a főszerep. De Marcsek György elmondta, a Kárpát-medencében egyidejűleg 5 különböző helyszínen, 3 határon innen és 2 határon túli településen rendeznek hasonló találkozókat. Szeptember 30-án a Magyar Népmese és a Verbunk tánc napján. A Verbunk egy olyan férfi tánc, amit mi úgy nevezünk a szakmai nyelven, hogy új stílusú férfi tánc, hiszen ez a 17., de leginkább a 18., 19. században élte a fénykorát, és akkor a hadkiegészítés szolgálatába is állították, hiszen ez volt az a tánc, amivel a toborzó tisztek, ugye ők maguk is ezeket a táncokat táncolták, és akkor a falusi parasztságot, akik szintén ismerték a táncokat, amikor elmentek toborozni, akkor így magukhoz tudták édesgetni, be tudták állítani a körbe, és utána fejében nyomták a csákót annak, aki nagyon jól táncolt, és még egy kicsit kecsegtették ott némi borokkal is, akkor utána sikeresnek bizonyult a toborzás. De Marcsek György úgy fogalmazott, a verbunknak mindkét fajtájából, a kötött formájú, csoportos, valamint a szólisztikus, rögtönzött táncokból is bőven kaphatnak majd ízelítőket a látogatók. A rendezvényre számos táncegyüttes érkezik az ország különböző térségeiből. Visszatérő vendég a Bodrog táncegyüttes, akik a bodrog közi hagyományokat fogják bemutatni, és az ottani verbunk táncokat is. A másik ilyen visszatérő vendégünk a Debreceni Népi Együttes, akik értelemszerűen a hajdúsági hasonló táncokban jeleskednek, és ezt fogják számunkra bemutatni. És hát persze a megyéből érkeznek a Mátészalkaiak, ugye Mátészalka Szatmárnak a fővárosa, de tánc szempontjából pedig Nagyecsed a fővárosa, hiszen a nagyecsediek is itt lesznek, akik egy hagyományőrző táncegyüttes, hát ők táncolják sajátjukként igazából ezt a táncot, és itt lesz velük Murgulj Lajos is, a népművészet legújabb mestere, aki most az idén augusztus 19-én kapta meg ezt a kitüntetést. A nap folyamán a Talpalávalót a Szikes zenekar húzza, akik táncházzal is készülnek, de a felnőttek számára lesz borkóstolással egybekötött mesekocsma is szeptember 30-án a Sóstói Múzeum faluban.